A felzárkóztatási nemzettársi stratégia dokumentumában a Bodrogközi, a Gömöri, a Nógrádi és a Csallóközi régióban vizsgálták a romák helyzetét. A stratégia célja, hogy javítsák a roma kisebbség oktatási, munkahelyteremtési és lakhatási feltételeit. Dunaszerdahelyen erre már van példa, ahol a több lépcsős lakhatási rendszernek van eredménye. Most már a 90 családból azt a 40%-át le tudjuk választani, akik maradhatnak a továbbiakban is, mert hiszen ők eleget tettek annak a programnak, amelyen belül, tehát a pontrendszerünknek köszönhető, teljesítették annak feltételeit, hogy igenis bármikor egy bizonyos idő után akár ismételten visszakerüljenek a városi bérlakásokban. 10 család már visszaköltözött a városba, ami eleve példa arra, hogy az, aki akar, annak van lehetősége innét a visszaköltözésre. Európai uniós források felhasználásával a közeljövőben elindul a Roma regionális reszocializációs farmer program is.